Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Avalon jóslás a rúna kártyákkal. Ez a felvétel egy személyes jóslás Jászmin részére. Kedves Jászmin, üdvözöllek téged. Te szeretnéd tudni, hogy gondol rád, van-e még érzelme, visszatér-e hozzád? Ezt megnézzük itt ennél a jóslásnál. Itt ez a három kártya mutatja a gondolatait, mi foglalkoztatja őt, mik jelen pillanatban a tervei, de a gondolatait veled kapcsolatban is. Ez a rúna tivász, ez mutatja a belső erőt. De ezt az erőt érezni nem könnyű, mert itt vannak viharok, viharosak az események. Persze az is előfordulhat, hogy gondol rád, ő neki vannak vágyai, de nem tudja, hogy mit akar. Nincs itt egy tiszta kiút, mert minden olyan bizonytalan, olyan viharosak nála az események, a gondolatok, az érzelmek. A második rúna kártya itt mutatja, hogy ő megpróbál mindent kiegyensúlyozni, meg akarja tartani a belső egyensúlyát, ha ő biztos abban, hogy mit akar, és megvan a belső egyensúly, és tudja azt, hogy közeledni szeretne hozzád, vagy ki akar veled alakítani egy párkapcsolatot, mert téged szeret, akkor fog döntéseket hozni. A harmadik rúna kártya itt mutatja a transformációt. Itt még vannak viharok, félelmek, itt hiányzik az egyensúly, ez a belső nyugalom, és ha ez véget ért, akkor itt változnak az események, a gondolatok is, mert akkor ő érzi ezt a könnyűséget, és közeledik hozzád. Itt ez a három kártya alul mutatja az ő érzelmeit. Berkána rúna az utal egy új születésre, egy új kezdetre, változásokra. Ez a rúna gyakran egy évet jelképez, tehát egy éven belül lesznek itt változások, pontosan ez, amit ő érez. Szoviló az mutatja a belső erőt és a nap energiáját, az ő magabiztos érzését. De itt kell ez az erő, ez a sárkány, ez a félelmekre utal. Ő fél valamitől, fél ettől az új kezdettől, vagy fél attól, ha ő kimutatja nyíltan az érzelmeit, az később veszteséghez vagy csalódásokhoz vezethet. Ez a kártya itt nagyon szép. Ez a rúna kártya Othila mutatja a gazdagságot és az értékeket. Itt belső értékekről van szó. Kell, hogy ő maga biztos legyen, biztos az ő saját értékeiben is. Ez a belső küzdelem is erre utal. De ő értékel téged is. Ennél az Avalon jóslásnál van itt fent egy vár. Ez a vár a te célod. A te célod az, hogy ti kibéküljetek, hogy ő veled legyen, és élni akarod ezt a párkapcsolatot boldogságban. Milyen lépéseket kell, hogy tegyél ahhoz, hogy eléld ezt a célt. Az első rúna kártya Iza, itt Odin látható,
Ez a lefordítva jeget jelent. Minden olyan hideg, olyan fagyott, így vannak most az események, nincs mozgás benne. De ez a jég, ez felolvad, és akkor víz lesz belőle. Ez kell a melegség. És pontosan ezt a változást mutatja itt Odin. Itt ez a jég átváltozik vízzé, és a víz utal az érzelmekre. Neki vannak érzelmei veled kapcsolatban, mint ahogy te is szereted őt. A második rúna itt Gebó. Ez ad valamit. Mit ad neked ez a férfi? Itt ezen az aranytálcán átnyújtja ezt az arany kejhet, ami szintén az érzelmekre utal. Mivel ő jön, mivel ő nyújtja ezt át, te elvárhatod azt, hogy ő visszatér hozzád, és ő vissza fog térni hozzád, és itt egy nagyon szép rúna szimbol utal a párkapcsolatra. Te el fogod érni a céljaidat, és itt ennél a várnál nyílik egy kapu, és ez lesz ez a párkapcsolat. Én most megkérdezném az Ingát. Szeret ő téged, visszatér hozzád? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő visszatér hozzád, mert szeret téged. Amennyiben az Inga balra fordul ki, az azt jelenti, ez le van zárva. Ha az Inga megáll, akkor még megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. Az Inga először megállt. Akkor megállnak az események, mint ahogy Iza, ez a jég, mutatja a jelenlegi helyzetet, ugyanúgy Berkána, mire itt egy megújulás lesz, az eltarthat egy évig. Itt türelmesnek kell, hogy legyél, de várj rá, mert szerencséd lesz, neki is szerencséje lesz veled, itt lesz közeledés, ez az ajándék, amit ő átnyújt. Kedves Jászmin, így tudtam a kérdésedet megválaszolni, örülök, hogy hozzám fordultál, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!